Üdvözlöm nézőinket! Ismét napszemlét láthatnak, lássuk, melyek a fontosabb témák. A várt terület alapú támogatási kérések 65%-át iktatták eddig a gyergyói Ápia munkatársai. Gyergyó alfaluban új házszámot kapnak az ingatlanok, személyit kell cseréljenek a lakók. A rájátszással folytatódik a hazai jégkorongbajnokság, Brassóban lépnek jégre szerdán és csütörtökön a gyergyóiak. A várt kérések 65%-át iktatták eddig a gyergyói Ápia munkatársai. A határidőig hátralevő szűk egy hónapban az összetettebb esetekre kell még benyújtsák a kérelmeket. A biogazdálkodásra való átállás iránt is van érdeklődés a térségben. Viszonylag jól haladnak az idei támogatási kérések iktatásával a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség Gyergyószentmiklósi kirendeltségénél. Minden gyergyói medencei gazda itt kell iktassa támogatási kérelmét május 17-éig. Elvettünk Gyergyó medence szinten 2700 kérést, ami körülbelül 65%-nak felel meg, tehát tavalyi kérésszámunk az 4100 volt. Erre számítunk az idén is, habár elég sok gazda esik ki, mert idősebbek, és adják át fiatalabbaknak, akik több területen kezdenek gazdálkodni. Tehát most azt tudjuk elmondani a gazdáknak, hogy ez a következő hónap, ami még hátra van, tehát május 17-e a határidő, ez alatt a periódus alatt kell elvegyük a kéréseknek nem csak a 35%-át, hogy így mondjam, hanem azokét a gazdákét vesszük el most, akik a valós gazdák, akik másnak is termelnek, tehát ezek a gazdák azok, akik valójában számítanak, ezek a komplexebb gazdák, ezekkel hozzanak több aktát. Jelen állás szerint még azért nem tudtuk ezeknek a kéréseit elvenni, mert például akik tejkontroll alatt állnak, azoknak az igazolását még a gazdák nem kapták meg. Az idei támogatások kapcsán tartott fórumokon a biogazdálkodásra való átállás lehetőségét is vázolták a gyergyói gazdáknak, mivel hamarosan lesz igény biominősítésű termékekre. Több gazda is érdeklődést mutat az átállás iránt, ők 5 éves szerződést kell kössenek, amiben vállalják a biotermékek előállítását. 2 aktát kell hozzon az, aki nálunk is az Ápiánál biós csomagot akar kérni a területeire. Ez a 2 akta, az egyik egy szerződés, egy ellenőrző szervvel, ez egy bio minősítést ellenőrző szerv kell legyen, ilyen 14 darab van az országban, a legközelebbiek Kolozsváron vannak, és emellé az akta mellé kell hozzon egy igazolást a mezőgazdasági igazgatóságtól, amivel azt igazolja, hogy ő beállt és potenciális biogazda lesz a jövőre nézve. Tehát ezzel a 2 aktával kell hozzánk jöjjön, hogyha plusz támogatás értéket szeretne kérni. Ha nem kéri ezt, akkor nem kell ezeket az aktákat hozza, attól ő elkezdi magát a biogazdaság folyamatát. Tehát az átállása a konvencionális gazdaságról a biogazdaságra, ez minimum 2 év, ezt a periódust arra fogják kihasználni, hogy megtanulják azt, tehát kell egy, beszerezzenek egy diplomát, el kell végezzenek egy kurzust, ami arról fog szólni, hogy mit is jelent maga a biogazdálkodás. Ezt a diplomát is kell hozzák nekünk, majd illetve ez alatt a 2 év alatt meglátják, hogy tényleg érdemesük gazdálkodjanak biofarmként, vagy nem, milyen nehézségbe ütköznek, vagy nem. Tehát ebben a 2 éves periódusban, ez egy átállási periódus, picit nagyobb a támogatás értéke, mivel még a végterméket nem tudják mind bio végtermék értékesíteni. Azon gazdákat, akik egyszerű területalapú támogatást szeretnének igényelni, és még nem állították össze az iratcsomót, mi hamarabb tegyék ezt meg, hogy biztosan célba érjen időben a kérésük. 1432 koronavírusos beteg szorul intenzív terápiás ellátásra országszerte a stratégiai kommunikációs csoport keddi jelentése szerint. Az elmúlt 24 órában 237 újabb halálos áldozata volt a járványnak.
Tegnap óta 2931 új fertőzést azonosítottak, mintegy 35.746 teszt eredménye alapján. Hargita megyében tegnap óta újabb 34 esetben igazoltak koronavírus fertőzést. Gyergyószentmiklós fertőzöttségi rátája 0,8 ezrelék. Gyergyóalfaluban a törvény értelmében új házszámot kapnak az ingatlanok. Az intézkedés magával vonja azt, hogy a község lakóinak ki kell cseréltetniük a személyes irataikat. Gyergyóalfaluban a házszám szerinti felosztáson dolgozik az önkormányzat. A változtatás magával vonja a hivatalos iratok cseréjét is, hiszen változik a lakcím. A törvény ugye előírásai szerint már rég meg kellett volna legyen ez az úgynevezett nomenklatúr stradál, vagyis hát a településnek a házszám szerinti felosztása, és tehát utca rend szerint, és mivel erre még mostanig nem került sor, így ezért tavaly szerződést kötöttünk egy céggel, aki ezt meg fogja csinálni, vagyis legalább besegít a megcsinálásában, és ez körülbelül egy olyan egy hónap, másfél hónapon belül meg kell valósuljon, be kell fejeződjön ez a munkálat, ami ugye eredményében azt fogja vonni maga után, hogy a házszámok változni fognak, így ennek érdekében mindenki majd el kell menjen és a személyi igazolványát meg kell változtassa, illetve a cég bejegyzéseknél is ugye ezt majd módosítani kell a házszámot, tehát a székhelyet úgymond. Nyilván, hogy ez egy sor utánajárást és mondjam úgy, hogy gondot idézőjelbe jelent mindenkinek, viszont ahhoz, hogy a jövőre nézve ez rendeződjön és legyen egy ilyen strukturált, kiépített házszámozás, úgymond az egész településnek, megéri mindenképpen ezt a mostani erőfeszítést megtenni mindenki részéről. A változtatásra a jelen törvénykezés előírása szerint is szükség van, de a községben jelenleg azonos házszámok is indokolják az új számozást. Jelen pillanatban már nagyon sok olyan háztartás van, ami ugyanazt a házszámot viseli, így ebből kifolyólag, hogyha például egy sürgősségi eset van, például egy mentő, vagy akármi el kell érje az illető háztartást, akkor nem tudja hirtelen, hogy akkor most melyik utca, hogy van, hányos házszám, stb. Mert hogyha a 127-esből például van 10-20 házszám, akkor nyilván, hogy nem tudja, hogy akkor most melyik az a bizonyos 127-es. De ez csak például egy kiragadott példa. Tehát mindenképpen hatékonyság szempontjából is muszáj ezt meglépni. Ugyanakkor, ha későbbiekben bővül majd a település, akkor ez eredményezni fogja a házszámoknak is ugye a bővülését, tehát sokkal egyszerűbb, hogyha utcánként lebontva egyessel kezdődő házszámmal megyünk, és akkor tudjuk adni az egyik oldalon megy a páros, másik oldalon a páratlan, és attól függően, hogy melyik oldalon lesz a bővülés, adjuk a következő házszámot neki, és ez így sokkal átláthatóbb, sokkal könnyebb a bázonosítás mindenféleképpen. Tehát egyfajta rendezettséget, átláthatóságot is biztosít majd. Úgy gondolom, hogy a 21. században most már el kell mi is érjünk erre a szintre, hogy a településeink rendezettek legyenek minden tekintetben, nem csak infrastruktúrális, hanem egyéb vonatkozásban is. Tehát reméljük, hogy ez rövid időn belül akkor meg tud valósulni. Gyergyóalfalu önkormányzata rendezi a házszám szerinti felosztást. Május végére szeretnék befejezni az ezzel járó munkát. Javított Románia gazdasági kilátásain a Standard & Poor's hitelminősítő intézet. Florin Kücu miniszterelnök szerint a döntés megerősíti, hogy az általa vezetett kabinet helyes döntéseket hozott, a kormányprogram pedig gazdasági stabilitást biztosít. A kormányfő ugyanakkor élesen bírálta a PESZED-ét, azzal vádolva meg, hogy folyamatosan akadályokat gördít a gazdasági fejlődés irányába.
A Standard & Poor's Nemzetközi Hitelminősítő Intézet negatívról stabilra javította Románia államadóság besorolásának kilátásait, ugyanakkor megerősítette az úgynevezett BBB- per A3 szintű befektetési ajánlású besorolását. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ország gazdasági kilátásai javultak. Az ország alacsonyabb kamatláb mellett juthat hitelhez, és ez az életminőség javulását is biztosítja, magyarázta a kormányfő. Florin Kücü szerint a kormány elnyerte a nemzetközi intézmények és a külföldi befektetők bizalmát. Ez egyébként az első pozitív változás Románia esetében a hitelminősítő részéről 2013. novembere óta. Mindazt, amit mi liberálisok, valamint a PNL vezette koalíció megtett, olyan körülmények között értük el, hogy a szociáldemokrata párt folyamatosan támadott minket, akadályokat gördített elénk, mind az egészségügyi válság, mind pedig a gazdasági válság tekintetében. Ma a Standard & Poor's döntését követően meg vagyok győződve, hogy Csolákú és a PSZD is megérti, hogy jó döntést hoztunk, amikor felső határt szabtunk az államháztartási kiadásoknak, és elindítottuk a nyugdíjak és közalkalmazotti bérek reformját. Florin Kücü ugyanakkor felszólította a tárcavezetőket, hogy gyorsítsák fel a reformokat, főleg az állami vállalatoknál és a kormányzati ügynökségeknél, hogy véget vessenek a közpénz elherdálásának. A miniszterelnök kiemelte a vállalkozók szerepét, akik, mint fogalmazott, a járványtól sújtott nehéz időszak hősei, nélkülük nem sikerült volna elérni a pozitív nemzetközi minősítést. A kormány szerdai ülésén hagyják jóvá a környezetvédelmi alapköltségvetését, jelentette be Táncos Barna tárcavezető. A tervek szerint az idei a 2020-asnál jóval nagyobb keret lesz. Jóváhagyását követően április végén indulhat el a Rábla Classic és a Rábla Plus roncsautó program és a háztartási gépek roncsprogramja. A klasszikus roncsautó program idei költségvetése 440 millió lejre tehető majd, ebből több mint 55 ezer új, kevésbé szennyező gépkocsit lehet vásárolni. A roncsautó plusz program keretében összesen 400 millió lejből gazdálkodhatnak, ebből 6600 elektromos és hozzávetőleg 5000 hibrid plug-in járművet vásárolhatnak. Lehet szó fesztiválok és koncertek szervezéséről az idén, de csak akkor, ha az oltási kampány sikeres lesz, jelentette ki pénteken Florin Kücü miniszterelnök. A fesztivál szervezők még óvatosak, és a hatóságok hivatalos bejelentéseit várják. Zajlanak az egyeztetések a miniszterelnök és a rendezvényipar képviselői között azzal kapcsolatosan, hogy milyen feltételek mellett lehet készülni az idei fesztivál szezonra. Florin Kücü kormányfő szerint csak is sikeres oltási kampány esetén lehet szó koncertekről, fesztiválokról. A hatóságok augusztustól engedélyezik a fesztiválok megszervezését, amelyeken beoltott vagy negatív COVID-teszttel, illetve antitestekkel rendelkező személyek vehetnek részt. Ennek feltétele azonban, hogy a beoltottak száma június elsőjére eléri az 5 milliót, augusztus elsőjére pedig a 10 milliót. A miniszterelnök kijelentése azonban nem nyugtatta meg teljesen a fesztivál szervezőket. Konkrétumokat várnak, mondta el híradónknak Rés Konrád, a Vibe főszervezője. Tavaly már egy ilyet úgymond végighúzott minden fesztivál, hogy két hetente kitalálta újra az életét, és hogy hogyan tudja megvalósítani, és tavaly ez nem jött össze. Úgyhogy emiatt egy kicsit még mi úgy döntöttünk, hogy ebben kivárunk. Várjuk azt, hogy mik lesznek tényleg azok a, hogy gyakorlatban tényleg milyen lehetőségeink lesznek, és utána akarunk ebben egy kicsit mélyebben belegondolni, hogy most akár oltás, akár teszt, akár anélkül, akár mekkora rendezvényt lehet. Hasonlóan vélekedik Gondi Mátyás, a torockói Double Rise főszervezője is. Elmondta, ők már elkezdték a fesztivál előszervezését arra az esetre, ha hivatalosan is megtarthatják majd, hiszen ez több hónapot igénylő folyamat. Ez egy hosszabb procedúra megszervezni. Már lépéseket tettünk korábban is abba az irányba, hogy ha és amennyiben zöld lámpát kapnak a fesztiválok, akkor ne nulláról kelljen szervezni a fesztivált. De abban is biztos vagyok, hogy egyáltalán családiasabbak lesznek ezek a fesztiválok. Rövidebb idő áll majd rendelkezésre arra, hogy minden programot flottul megszervezünk, de én azt gondolom, hogy az idei évben, hogyha lesznek fesztiválok, akkor azok a legszerethetőbb fesztiválok lesznek. A hatóságok egyébként elképzelhetőnek tartják a fesztiválok megtartását akkor is, ha a beoltottak száma nem éri el a várt mennyiséget, de ebben az esetben kevesebb résztvevővel. Az ötlet kapcsán a fesztivál szervezők arra az álláspontra helyezkedtek, hogy az esetleges létszámcsökkentés ellenére is megtartanák a rendezvényeket.
hosszú szünet után folytatódik a hazai jégkorongbajnokság. Az elődöntők párosításaira egészen az elmúlt hétig várni kellett, most már azonban letisztult a kép. A GHK Brassóval, a Sportklub a Galaciakkal mérkőzik. A gyergyói hokiklub számára már másfél hónapja véget ért az Erste Ligában való menetelés, azonban a Csíkszeredai Sportklub és a Brassói Korona egészen a döntőig jutott, ez pedig a hazai rájátszás késleltetését eredményezte. A hosszú szünet alatt sem tétlenkedett azonban a Szilasi Góga edzőpáros együttese. Több mint 6 hét telt el, és 5 nap szünetet adtunk, miután kiestünk a negyed döntőből, utána pedig elég keményen dolgoztunk. Sérültjeink visszajöttek, a tekintetben jó volt ez a luk, és gyakorlatilag teljes kerettel tudtunk edzeni. Nagyon keményen meg lettek hajtva a játékosok, tehát fizikálisan nem lesz semmilyen problémánk. Pakoltunk vissza muníciót a raktárba bőven, amivel problémánk lehet, hogy nem vagyunk meccsbe. És ugye a Covid miatt edzőmeccseken sem törtük a fejünket, illetve olyan edzőmeccset szeretek én játszani augusztusban is, ahol agyonvernek minket. Tehát az, hogy mi nyerjünk, annak nincs értelme, az nem teszt a játékosoknak, nem tudott tesztelni őket nyomás alatt, korong nélküli játékba legfőképpen, illetve sem sebességben nem tudsz fejlődni, hogyha nem olyan ellenféllel játszol, aki jobb nálad. Úgyhogy ez a dolog is kiesett, amely nagyon fontos lesz holnap első harmadban, hogy iszonyú egyszerűen játszunk, mert ugye a meccsritmusunk az sehol nem lesz, kondíciónk lesz, de az apró részletekben valószínűleg az elején nem leszünk jók. Ugye a Brassó is, a Szereda is döntőt játszott, de ennek ellenére ugye ők meccsben vannak, mert játszottak 2-2-t a Galaccal. Tehát nagyon hamar újra magas fordulatszámon vannak, és ugye nekünk azt kell elérni, hogy fölpörögjünk ilyen, hát ha nem is egy 18 ezeres Forma 1-es motorra, de egy 8-10 ezerre föl kéne pörögnünk egy harmad alatt. Ha ezt az elejét át tudjuk vészelni egyszerű játékkal, akkor jó esélyeink vannak már az első meccsen. Nyilván a győzelem nekem a sajátom, a csapatomnak is, úgyhogy mi mindig mindenhova győzni megyünk, de ehhez ezeket a szabályokat, amik most ránk vonatkoznak, be kell tartani. Az eddigi játékos állományhoz képest vannak kisebb változások a gyergyói csapatnál, az eddig megszokott jégkorongozókból 3-an hagyták el a keretet. Szűkebbé váltunk, ugye a Kukot hazaengedtük, mert ugye ő amúgy sem tud játszani a román ligában, úgyhogy nincs miért itt dekkolnia. A Koszkirantától elváltunk, ő miatta csak azért, mert a térde gyakorlatilag használhatatlan csapágyra ment. Vissza is vonul a jégkorongtól, 2 kisgyereke van, őt sem volt értelme itt tartani, úgyhogy őt is hetekkel ezelőtt elengedtük, illetve a Bobcsektől elváltunk. Ugye megmondom őszintén, hogy már úgy volt, hogy januárban megtesszük ezt a lépést, csak a Covid miatt kellett egy kicsit mélyebb keret, de mivel az Imre Patrik is légiósként funkcionál a román bajnokságban, ezért nem volt miért itt tartanunk az Igort. Megköszöntük neki, amit eddig értünk tett, és hazament megnősülni. Úgyhogy nem tudom, hogy ő visszavonul, vagy nem, de én szerintem ő is vissza fog vonulni, de erről majd ő hoz döntést a későbbiekben. Többiek egészségesek, hadrafoghatóak, úgyhogy gyakorlatilag az alapkeretünkből a Koszkinak a távozása az érvágás, de kicsit módosítottunk a szerkezeten, ugye egyel kevesebb centerünk van, úgyhogy ebben majd előre fogunk lépni, de ugye a Silló Arni fölépült, úgyhogy ebben sem szenvedünk hiányt már, mint a center pozícióban. Az alapszakasz végső rangsora alapján a GHK-nak a Brassói Koronával kell farkas szemet néznie. A gyergyóiak első 2 találkozójára szerdán, illetve csütörtökön kerül sor 18 óra 30 perctől Brassóban, majd vasárnap a gyergyói pályán mérkőznek a felek. Amennyiben az egyik fél 3 győzelméig tartó párharcában további összecsapásokra lesz szükség, hétfőn Gyergyó, szerdán pedig Brassó lesz a helyszín. A másik elődöntő a Csíkszeredai Sportklub és a Galaci Csesszeme között zajlik, azon az ágon Galac az első találkozók helyszíne.
Köszönjük röviden még egyszer, miről volt szó a mai napszemlében. A várt terület alapú támogatási kérések 65%-át iktatták eddig a gyergyói Ápia munkatársai. Gyergyó alfaluban új házszámot kapnak az ingatlanok, személyit kell cseréljenek a lakók. A rájátszással folytatódik a hazai jégkorongbajnokság, Brassóban lépnek jégre szerdán és csütörtökön a gyergyóiak. Fit percek és Főnix konyha következik most. Én köszönöm a napszemlének szentelt figyelmet, viszontlátásra! Műsorunk támogatója a Diego Áruház.